reggelt! Mátra kétszer túrán vagyok ismét, erre jöttem el ismét így ősszel. Legutóbb, mikor itt jártam, akkor a 20-as távra jöttem, most úgy szintén. Azért döntöttem a 20-as táv mellett, mert először a 32-re akartam, de úgy gondoltam, hogy kicsit több idő maradjon arra, hogy fotózok, meg videózok, úgyhogy nyugodtabban akarok most végigmenni ezen a túrán. Semmi kapkodás, semmi sietség. El is hoztam a kamerát, úgyhogy remélem, hogy klassz felvételeket tudok majd csinálni. Amikor láttam, hogy ez a túra vélhetőleg utoljára kerül most megrendezésre, ez a kék és egyszer, kétszer, háromszor, négyszer sorozat, akkor arra gondoltam, hogy ezt most nem hagyom ki, mert legutoljára, amikor ezen a túrán voltam, nagyon visszaadta a hamisítatlan őszi erdőnek a hangulatát, akkor egy szép napos idő volt, emlékszem rá, és most is ilyet mondott, úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor talán ismét lehetőség lesz ezt így átélni. Ahogy említettem, ugye a szép őszi táj, amit szerettem volna megnézni, hát ebből ismét nem kell csalódnom, úgyhogy úgy néz ki, hogy megint nagyon szerencsés nap lesz, abból a szempontból süt a nap, és hát ez fantasztikus látvány, erdő most így igazi olyan aranysárga, gyönyörű. Ófarkas kút felé igyekszem, egyébként az első ellenőrző pont ott lesz, utána pedig a második Mátrafüreden, és onnan kell először felmenni majd Kékestetőre. Kékestetőre, ha jól emlékszem, akkor a kék háromszögön kell majd felmenni, legutoljára is ott kellett, viszont emlékeim szerint akkor Mátraházáról Füredre egy másik úton, azt hiszem a sárga sávon kellett lemenni, nem pedig a sárga kereszten, ahogy most. Egy picit most így változott, de semmi gond, ez tök jó így is. Ezt az útvonalat egyébként nagyon szeretem. Meg sem néztem, mikor indultam pontosan, úgyhogy nem tudom. Viszont itt az elején egy jó pár fotót lőttem, meg jó pár felvételt készítettem, úgyhogy már el is ment egy csomó idő. Úgy gondoltam, hogy most akkor így belehúzok egy picit. Úgyhogy kicsit félreraktam a kamerát és megnyomom. Aztán nyilván, hogyha majd olyan látvány fogad valahol, amit nem lehet kihagyni, akkor ismét fotózás lesz. Az első ellenőrzőponttal is hagytam, illetve már Sástót is, Üred felé megyek, úgyhogy egész jól állok. Kb. 7 óra körül indulhattam, most van 7 óra 50, nem tudom, hogy pontosan mikor indultam, azt sem, hogy hány kilométert tettem, meg ezért most nem sok adatot tudok még, hogy hogy állok. De az óra alapján egész jó sebességgel jövök. Hát nem is annyira lényeges most ez. Irány Kékestető, kék háromszögön fogok felmenni. Kellett előtte egy kicsit feltöltődjek, úgyhogy pont jó volt itt reggelizni. November 1-je van, mégis sokallom magamon ezt a vékony pulóvert is. Hihetetlenül jó idő van. Thank you.
elhagytam Kékestetőt, és ezzel a harmadik ellenőrző ponton is túl vagyok. Most Kékestetőről Csombokor felé ereszkedem, utána valahogy Házára keveredünk, majd Házáról a kékjelzésen fogunk visszajönni Kékesre, és akkor ott fog véget érni a túra. 12,5 kilométer tettem meg, körülbelül 3 óra hossza alatt. Gyenge közepes. Csombokor lefelé se volt könnyű, mindenesetre ezen túl vagyok. Annyira nem volt víz, de azért csúszott keményen. Nem buktam szerencsére, úgyhogy szuper. Ezen az oldalon általában már azért jóval kopaszabb volt minden. Nem úgy nézett ki, mint a déli oldalot háza környékén. Most már Mátraházát is elhagytam, Kékestető felé megyek éppen. Ez a második kékes csúcsmászás lesz. Ez már rövidebb és egyszerűbb, mint az első volt. Egy körülbelül 4 kilométer, ha jól emlékszem, a Kéken fölfelé. Kékestetőn a szanatóriumnál véget ér a túra, és akkor, ahogy annak idején az előző ilyen kékes kétszeres túrámon is, ugye Kékesen ért véget, Mátraházán van az autó, azért valószínűleg ugyanezen a kék sávon vissza fogok jönni Házára. Már a véget ért, a teljesítménytúra. Ez azt jelenti, hogy a célba már beértem. Mégis 22,1 km. Az órám az pontosan 5 óra hosszát mutatta, ugye nem jókor indítottam el. Ez a túra egyébként ismét hozta azt, amit legutoljára. Gyönyörű volt a táj, nagyon jó volt az idő, így a erdő is még egy fokkal még szebb volt a napsütésben. Az őszi erdő még anélkül is egyébként nagyon szép lett volna, például most is be van borulva, de gyönyörű. A saját teljesítményemmel egyébként abszolút elégedett vagyok, nem annyira estem ki a formából. Lehetne jobb, de hát semmi gond vele. A mai túra miatt köszönet a szervezőknek, vagy szervezőnek. Fantasztikus volt ismét. Bízok benne, hogy azért még a jövőben meg lesz tartva. A fotókat, amiket készítettem a videó alatt, a leírásba majd egy linket rakok, és ott tudjátok megnézni. Remélem, hogy jövőre is találkozunk.